A kosárlabda NB1 20. fordulójában a pécsiek látogatnak az Alba Régia sportcsarnokba. Az előző fordulóban az Alba Fehérvár nem bírt a Körvenddel, így harmadik vereségét szenvedte el a szezonban. A második hely azonban továbbra is biztosnak tűnik, hiszen jelentős az előnyük a harmadik helyezett Szolnokhoz képest. A Szombathely után Körvenden a legnehezebb nyerni, hiszen nagyon jó hazai szurkolóik vannak. Bele is hajszolták úgy gondolom kicsit őket a győzelembe. Igaz, ez nem lehet kifogás, szerintem mi csapatszinten egy rosszabb napot fogtunk ki. Azóta már megnéztük a meccset, próbálunk felkészülni a következő ellenfélből, Pécsből. Ki szeretnénk javítani ezt a vereséget és itthon nyerni. Legutóbb novemberben találkoztak a pécsiekkel a fehérvári kosarasok, akkor idegenben 86-80-ra győzött az Alba Fehérvár. A pécsi csapat valamelyest átalakult azóta, de Kass Balázs szerint ez nem állhat a győzelem útjába. A Pécs pont olyan helyen áll, hogy ha pár meccset nyernek, akkor az első 8-ban vannak, hogyha pedig kikapnak pár meccset, akkor ugye a play-outba fognak játszani. Nekik ez nagyon sokat fog számítani, úgy gondolom egész mérkőzésen egy agresszív letámadással próbálnak majd megverni minket. Pécsen is ugyanezt csinálták, szerintem egy kemény, hajtós, fizikális mérkőzésre kell számítani, de ennek ellenére szerintem itthon behúzzuk a győzelmet. A Pécsnél nemrégiben edzőváltás történt, Kass Balázs véleménye szerint ilyenkor a játékosok igyekeznek még jobb teljesítményt nyújtani, bizonyítani szeretnének az edzőnek, ez pedig plusz energiákat jelentett számukra csapatszinten is, tehát az Albának erre a tényezőre is fel kell készülnie. Az Alba-Fehérvár-Pécs mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Gáz utcai sportcsarnokban.